A jelenlegi jogszabályok a végrehajtók teljes vagyoni kiszolgálását eredményezik, melynek következtében hatalmas bevételre tesznek szert a nemzet sanyargatásából, melyre már a Mi Hazánk mozgalom rávilágított, ugyanis egy top 10-es listát tett közzé, amelyben a 2018-as évi bevallott nyilvános cégadatbázisban található bevételek voltak, megtalálhatóak, és az alapján rangsoroltok a végrehajtókat a bevételük szerint. Dr. Sádöl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak az elnöke úgy nyilatkozott, hogy ezen listában található adatok egyszeri kiugró számok. Ezzel ellentétben a 2019-es évre vonatkozó bevétele éppen más mutat. Majd 40 millióval több bevételre tett szert a végrehajtók vezetője, amivel szintén a legtöbbet kereső végrehajtók közé tartozik. De vajon mennyi hasznuk is volt a nemzet vámszedőinek, a végrehajtóknak a 2019-es éves bevételeik alapján? Az összegek aligha változtak az évek múlásával, melyből megállapítható, hogy a végrehajtók nagy része éves szinten több mint 100 millió forintos éves bevételre tesznek szert. A top 10-es listát jelenleg is összeállítottuk, melynek vezetője most is dr. Sádöl György évi 643 millió forintos éves bevételrel. Őt követi Farkas József és Ollári Zoltán, ők külön-külön évente 450-420 millió forintos éves bevételre tesznek szert, de a top 10-es listán fennmaradó többi végrehajtó is több mint 500-300 millió forintot keresnek évente. A Mi Hazánk mozgalom a jelenlegi maffia hálózatra hasonlító végrehajtói kör és az őket segítő és bebetonzó törvények miatt nem tartja ezeket az összegeket megérdemeltnek és jogosnak. Ezért kezdeményezni fogjuk, amint lehetőségünk lesz rá, a teljes végrehajtói rendszer átalakítását, miszerint ne magánvállalkozásként működő végrehajtók legyenek Magyarországon, hanem non-profit jelleggel végezzék tevékenységüket. Továbbá a bajba jutott családok tönkretételén meggazdagodott, sokszor valóban maffia módszereket alkalmazó végrehajtók elszámoltatását is kezdeményezni fogjuk.